Jó estét kívánok, kedves nézőink! A mai háttérben folytatjuk a térség járványügyi helyzetével kapcsolatos sorozatunkat. Ma Jászkara Jenő polgármestere, Paja István stúdiónk vendége. Tőle érdeklődöm majd, hogy mi az aktuális helyzet. Jó estét kívánok, szervusz! Szervusz! Én is köszöntök mindenkit! Azt mondtam, hogy aktuális helyzet, és talán ez a legfontosabb, amivel kezdenünk kell. Van-e fertőzött, regisztrált fertőzött a településen, és hányan vannak karanténban? Nincsen. Szerencsére fertőzöttünk nincsen. Ne is legyen. Karanténban most ketten vannak. Átlagosan ez a 2-3 fő, aki hol felszabadul, hol akkor jönnek az újak, akik éppen valamelyik olyan országból jönnek be, aki ahonnan kötelező a karantén, de eddig még szerencsére senki se lett beteg. Akkor nyugalom és béke honnan a településen, ha jól veszem ki a szavaidból. Így volt ez az elején is, illetve az elmúlt hetekben tartható volt ez a nyugalom? Tartható volt. Végül is én is úgy összegeztem magamnak is, hogy amíg a településen és a közvetlen szomszédainknál sincs, addig azért nyugodtak lehetünk. És ez ebbe az elmúlt két, majd lassacskán három hónapban, ez végig így volt. Hát mindazok mellett, hogy azért természetesen azokat a dolgokat megpróbáltuk megtenni, amit azért így megelőző jelleggel meg kell tenni. Tehát azért mi is azonnal reagáltunk a szabályozásra, és az intézmények úgy lettek üzemeltetve, bezárva mindenütt, ahogy a szükséges minimális kontakt legyen az emberek között. És gyakorlatilag minden mellett folyamatosan minden héten fertőtlenítünk. Maszkot osztottunk a boltoknál, tehát azért próbáljuk az embereket is arra ösztönözni, meg az információkkal is, hogy lehetőleg ne utána menjünk a dolgoknak, hanem elébe, és azért előzzük meg, ha csak lehet a vírus terjedését. Ha jól veszem ki a szavaidból, az önkormányzat gyorsan reagált minden felmerülő előírásra és szabályra. Az önkormányzatnak mennyire volt segítsége, gondolok itt a civilekre, az összefogásra? Hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy minimális mértékben volt rá szükség, mert tényleg annyira elébe mentünk, hogy rögtön elkezdtünk minden területen az önkormányzat mozgolódni, így gyakorlatilag el tudtuk végezni mindazt a feladatot, amit ránk rótak, illetve amit mi magunk is felfedeztünk eleve, hogy mit kell megtenni mind az időseknek az érdekében, tehát azért próbáltuk, és eleve be vagyunk rendezkedve az étel kihordásra, tehát nem jelentett tőlük nagy problémát, hogy közhírré tegyük, hogy most akinek még szüksége van valamire, vagy akár karantén alapján bevásárlásra, azt mind mellé tudtuk tenni, és így gyakorlatilag hát nem kevés, mert azért komoly, átlagosan azért a falu nem nagy, de közel 70 helyre hordjuk ki, így is minden nap. De megoldjuk, meg tudtuk oldani eddig is, és most is megoldjuk, úgyhogy ezek a dolgok működnek szerencsére. Nagyon jó, hogy az időseket említetted, mert pontosan azt akartam mondani, hogy a Jászkara Jenőn ugye nagyon sok, vagy viszonylag sok idős ember él, akik most kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak. Hogyan tud az önkormányzat helytállni ennek a megváltozott körülménynek és kérésnek? Így van. Nagyon sokan vannak idősek, és nagyon vigyáznunk kell rájuk, hiszen jelen pillanatban ők a legveszélyeztetettebbek, ezért tényleg az első pillanatban szórólappal, de most már az interneten és honlapon, Facebookon mindenütt közzé tettük nem csak a szabályzókat, hanem azt is, hogy mivel tudunk segíteni, hogy jelezzék, hogyha gondjuk, bajuk van, akár én telefonon, vagy üzennek, vagy valahogy jusson a tudomásunkra, hogyha valakinek ilyen irányú igénye van, és ezt az első pillanattól kezdve működtettük, nem vártunk sem eddig sem, mert nekik a legnehézkesebb megoldani ezt a feladatot, főleg, ha valakinek, tehát abszolút egyedülálló, nincsen család, nincsen úgy ismerős, akkor ott segíteni kell. De ez működik, és tudtuk is csinálni. Mi a helyzet az aktív lakosság körében, mi a helyzet a szülőkkel, a kisgyerekes családokkal, nekik mekkora segítségre volt, vagy van még most is szükségük? Hát mivel ők aktívak,
ezért azért elég jól megoldották. Elég jól megoldották az rájuk róvó teendőket. Hát azért nekik a legnehezebb. Nekik a legnehezebb, azt hiszem, mert tényleg nagyon sok helyen, ahol szerencsére nem zárt be a munkahely, akkor dolgozni járnak. De bizony, ha kisgyerek van, akkor főleg, ha iskolás, akkor annak segíteni kell a tanulásba. Tehát nem egyszerű. Az óvodában az ügyeleti rendszerünk megvan, tehát ha végképp nem tudta valaki megoldani, akkor gyakorlatilag bölcsibe, illetve óvodába, akkor az ügyeletre tudják. Van is egy pár gyerek, tehát ez mindenféleképpen megoldható volt. Nem könnyű nekik, de végül is megoldotta mindenki. És azért talán úgy gondolom, hogy még nem is túl sok volt az olyan hely, akiknek a munkahelye bezárt, tehát elég jól ment folyamatosan az élet. Visszatérve még a beszélgetésünk elejére, a maszk az minden településen nagyon fontos, hogy osztanak-e, vagy biztosítanak-e a lakosságnak maszkot. Ti ezt hogyan tudtátok megoldani? Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy minden üzletnek vittünk maszkot, és akkor ott az üzletnek a vezetője az, akiknek, hát megkérdezték, hogy most van, nem, vagy van-e szüksége, és akkor azoknak osztottak ki. De hát én azt hiszem, hogy elég jó fel is szerelkezett a lakosság, de több mint 1000 maszkot adtunk ki így is a településen. Úgyhogy akinek nem volt, az ingyen kapott. Tehát ez mind díjmentesen állt rendelkezésre. De most is, ha valakinek szüksége van, akkor természetesen, ha jelzi, akkor tudunk adni. Ugye az emberek egészségének megóvása ebben a helyzetben most a legeslegfontosabb és az első számú Igen. szempont, de azért ennek a veszélyhelyzetnek, ennek a járványhelyzetnek sajnos lesz és van egy nagyon komoly pénzügyi következménye is. A település költségvetését hogyan próbáljátok majd egyensúlyba billenteni? Hát ez egy nagyon jó kérdés, amiről nem szólnak a hétköznapok, de nekünk bizony fejtörést fog okozni, meg most is, tehát azért nyilvánvalóan, hogy egy plusz kiadás keletkezik a településen, mind a közben, amikor a bevételünk pedig csökken. Nyilván itt ez kötelező elvonásnak is tulajdonítható, mivel a gépjármű adót azt központilag be kellett fizetnünk, és az egyéb bevételek is azért csökkentek. Sajnos kisebb vállalkozások zártak be, akik nem tudtak működni ezen időszak alatt. Még olyan is akad, akinek véglegesen be kellett zárni. Illetve tehát olyan kisebb bevételek is, hogy például a nagy piacot be kellett zárnunk, mert gyakorlatilag szerintem ez volt az egyik olyan veszélyforráspont, ahol azért a kapcsolatok, a tömeg az megjelent. És végül is ezt én úgy gondolom, hogy elég jól megoldottuk, hiszen helyette nyitottunk egy termelői piacot, ahol a szabályozás szerint mindent, ami élelmiszer lehet árulni, de így azért a tömeg csak az egyharmada, hiszen most én úgy gondolom, hogy arra nincs nagy szükség település életében, hogy az abszolút egyebeket, tehát itt most csak úgy gondolnék az egyéb háztartási eszközök cikkekre, vagy a rozsdáskapára, tehát bármi, ami egy piacon meg tud jelenni, hát arra most nincsen szükség. Tehát azzal nem kell szaporítani semmiféleképpen annak a lehetőséget, hogy ott behozzonak akár az árusok valamiféle betegséget. Tehát az egyelőre szünetel. Persze ennek következtében kevesebb a bevételünk, nyilván a helypénzek elmaradnak, de ettől fontosabb az egészség. Fontosabb a biztonság. Vannak olyan sarokpontok, ahol már látjátok, hogy azért be lehet hozni pénzeket, illetve egy kicsit a bevételi oldalt egyensúlyba lehet billenteni? Van-e már a fejetekben valami? Mondjuk gondolok itt arra, hogy a rendezvények most kényszerűségből el fognak maradni, tehát az abból maradó pénz megmarad. Igen, egyik szemünk sír a másik nevet, tehát nem is nevet, de gyakorlatilag így van a költségvetés tekintve, ez pont így van, hogy ugyan baj és nagyon jók és kellenek a rendezvények, de most az arra elkülönített kiadás így legalább az akkor megmaradt pontosan. Ez ebből a szempontból egy jó dolog, mert akkor legalább ez helyre billenti a mérleget. Így igaz, tehát itt nekünk is
és a Jászhagyományőrző napunk, amit nagyon szeretünk, de hát mindegyiket a falunap is nagyon jó szokott sikerülni, karai búcsú, tehát én nem is látom azt őszig egyáltalán, hogy amiben reménykedem, talán bíznék benne, hogy a lovasnapok az meg tud valósulni, ami október közepe. Ám bár a jóslatok szerint, ha második hullám jön október-novemberre, akkor még az is rizikós, de hát azért addig még sok idő eltelik, és azért mindig a jobbba kell bízni. Így van, ezt akartam mondani, hogy ugye a beszélgetésünk végén próbáljunk egy kicsit pozitív végkicsengést adni ennek a pár percnek. A fejlesztésekre gondolok, azért nagyon sok fejlesztés valósult meg az elmúlt években Jászkara Jenőn, nagyon szépen fejlődött a település, és tudom, hogy rengeteg tervetek is volt és van. Ehhez hogy álltok hozzá? Igen, és szerencsére ez most is töretlen, még a vírus ideje alatt is. Pontosan nagyon sok fejlesztésben benne vagyunk. Az előbb a lovasnapokról beszéltem. Az egyik fejlesztésünk az most kezdődik, majd a valóságban, tehát amit látni lehet, a tényleges munkák. Eddig egy fél évig meg a tervezésnek, engedélyeztetésnek az időszaka volt. Egy óriási fejlesztés lesz a lovas pályánkon, ami már a nevezésében is azt fog utalni, továbbá nem lovaspálya lesz, hanem egy lovas centrum. Ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan fejlesztés valósulott meg, multifunkcionális csarnok, lovarda, vizes blokkok, tehát minden, ami egy rendezvényterületet, rekordtámpálya, lehet, hogy hirtelen eszembe se fog jutni minden, ami ott készül, ami pont ahhoz fog segítséget adni, hogy még tovább tudjuk fejleszteni, még több alkalommal, de hát nem csak több alkalommal, majd talán folyamatosan, tehát egy teljes turisztikai attrakció lenne ez, ami a lóval kapcsolatosan minden egyéb, nem csak a fogadhajtás, hanem a lovas oktatás, a lovas táboroztatás, családoknak hétvégi lovas lehetősége. Tehát nagyon sok minden, ez most fog kezdődni, ez az idei évet biztos, hogy befedi. Mellette építjük a piaccsarnokunkat, amit nagyon várok, az egy komoly infrastruktúrális fejlesztés lesz, hiszen a 21. századbéli feltételek között lehet élelmiszer tárolni, én azt hiszem, az nem mindegy. Egyáltalán az most készül, építjük. Úgyhogy a konyhát most kezdünk hozzá felújítani, járdaépítés lesz, temetőben fejlesztés, tehát sok minden. És mellette most beadtuk meg a továbbra a Magyar Falu programban 3 pályázatunkat. Hát mindenféleképpen itt is optimisták vagyunk, mert én még azt mondtam, hogy ha kis lépésben, nagyobb lépésben, mindegy, csak haladjunk előre, fejlődjünk mindig valami újat, valami lehetőséget a falunak. Beszéltünk róla, hogy sok az idős, igen, hála Istennek, de szeretném, ha sok fiatal is lenne, ahhoz viszont a településnek megtartó erejének kell lenni, és mindezek által tudjuk azt biztosítani, hogy igenis maradjonak, sőt visszajöjjenek. És ez a tendencia most meg is kezdődött egy 2-3 év óta, hogy maradnak és visszajönnek a fiatalok, akik elmentek is. Ezt azért úgy gondolom, hogy ez egy pozitív visszacsatolás mindenféleképpen, mert hiszen akkor el tudják képzelni a jövőjüket Jászkara Jenőn. Nagyon-nagyon optimista végszó volt, és egy optimista lezárása ennek a beszélgetésnek. Legyen így, és nagyon sok további, nagyon sok sikert kívánunk Jászkara Jenőnek, és éljük túl ezt az időszakot. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Háttér holnap is lesz, akkor is számítunk majd figyelmükre. Szép estét, viszontlátásra!